Jó, következő, akkor átmentünk a Saulani tiltalan Vishnu Smarana. Ugye a harmadik folyamat Smarana. Erről már egy kicsit beszéltünk az előző előadásunkban. Igazából a Smarana folyamata az a meditációt jelenti. Van többféle módja a meditációra. A bhakti útján a meditációt általában mantrák, mondvaló, mondjuk például a Gayatri mantra éneklése, amit brámanák énekelnek, az naponta háromszor egyfajta smaran. Vagy amit beszéltünk a múltkor, még tegnap, hogy mondjuk például lehet budzsát csinálni, manaszapatban, az is egyfajta smaran. Szóval minden olyan dolog, amit magadban csinálsz, meditációs gyakorlat, az mi azt jelenti, hogy Vishnu való meditáció. Mert a meditáció az Vishnu való meditáció. Az nem bármi máson. Azok nem meditáció, az maximum valami koncentráció vagy relaxáció, amit néha emberek ilyen meditációs tanfolyamokon tanítanak, hogy hogyan koncentrálj, hogyan ürítsd ki az elmét, hogyan... Ez nem meditáció. A védikus szentírásokban a fogalomra az, hogy meditáció, az azt jelenti, hogy Vishnu Smarana. Sravanam Kirtanam Vishnu Smarana. Szóval a Bhagavad Purana mondja, hogy minden, ami smaran, minden, ami meditáció, minden, ami gyána, az csak, annak a tárgya csak Vishnu. Ami nem, az valami koncentráció, hogy darana gyakorlat, lehet gyertyán meditálni, vagy koncentrálni, az darana, az koncentráció. A gyána, a meditáció, az Vishnu. Erről nem is akarok igazából, erről van kérdés, mert akkor erről nem beszélünk nagyon többet, mert ez számunkra nem aktuális, addig, ameddig mondjuk a Gayatri mantrát nem kapja meg valaki a gurujától, vagy nem csinál manasza pujját, addig felesleg is ezekről többet beszélne. Ez a smara. Pádaszévanam. Pádaszévanam az azt jelenti, hogy az Úr lótuszlábának a szolgálata. Ebben a kategóriában több dolog is tartozik. Bármilyen szolgálatot végezni, ami az Úr Vishnunak, Krisnának szolgálat. Például felmosni a templomot, minden, ami akár kétkezű szolgálat, segítség. Ez a pádaszévanamnak a kategóriájába tartozik. Zöldséget termelni kint a földön, amit majd utána felajánlanak a murtiknak, bármit csinálni. Sőt, a pádaszévanam kategóriájába tartozik a zarándok helyekre való ellátogatás is. Amikor elmegyünk, és ugye a lábunkat használjuk arra, hogy lássuk Krisnát. Eljönni Krisna valamiben. Körbe sétálni, az pádaszévanam. Meglátogatni az itteni szent helyeket. Parikramát csinálni. Tehát minden olyan cselekedet, ami kapcsolatban van Vishnu szolgálatában, az pádaszévanam. Valami más még ezzel kapcsolatban? Valami, ami eszembe jut? Nem viccek, hanem valami tatva. Jó, pádaszévanam. És elérkeztünk a csodás témánkhoz, arcsanam. Na ugye ez egy olyan téma, amiről nagyon sokat lehet beszélni. Az arcsana folyamata, ugye az a murti imádat folyamata, ami nagyon nagy szerepet foglal el a bhakti yoga gyakorlásában. Beszéljük akkor először az, hogy mi az, hogy murti. A murti az egy olyan, az a szanszkrit szó arra, hogy angolul úgy mondják, hogy díti. Díti az azt jelenti, hogy istenség. Szóval egy olyan istenség szobor, valami materiális, igazából ami lelki, de legalább materiális szem számára megnyilvánult forma, amit a különböző jóga gyakorlók tudnak imádni lelki fejlődés céljából. Tehát viszonyulni valahogy Istenhez. Na most a murti formáknak van két
két kategóriája. Vannak önmegnyilvánult murtik, ezeknek a kategóriájába tartoznak például a salagram sílák. Síla azt jelenti, hogy kő, ezek ilyen kis kövek, fekete kövek, amiket Indiában a templomokban az oltárra tesznek és azokat imádják. Salagram sílák, és amit még szoktak imádni vaisnavák, az Govardhan síla. A Govardhan hegynek a kövei. Azt a Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, rá szentírások is mondják, hogy a Govardhan hegy az nem különbözik Krisnától, ugye amit Krisna fölemel, a Govardhan hegyet. Azért a neve Giridhari. Giridhari az azt jelenti, Krisnának egy neve, aki fölemelte a Govardhan hegyet. Ugye a Bhagavad Puránában van ez a keftelés, a Govardhan hegy felemelése. És ugye vannak Govardhan sílák, ugye itt az oltáron is Ráda Krisnát egy Govardhan sílán keresztül imádják. Tehát ő van fürdetve, ő neki van ajánlva a reggeli budzsa. És akkor a Ráda Krisna ő rajta keresztül fogadja el az imádatot. A salagram sílákhoz visszatérve, a salagram sílák azokat meg fönn a Kaligandaki folyóban lehet csak megtalálni. Sehol máshol a világon. Ők több ezer méter magasan fönn a Himalájában van egy szent hely. És akkor ott a folyóban ezek a sílák, ezek ott vannak. Ott nyilvánulnak meg az Úr Vishnunak ezek a formái. Ezek nagyon különleges kövek. Minden kövekben, minden egyes kőben van valamilyen speciális... mi az, hogy mark? Hogy ilyen jel, vagy ilyen... jelzés, ami olyan, mintha faragták volna. Ezek ilyen különböző csakrák. És aki ért annak a síláknak a tudományához, az tudja, hogy ha meglát egy sílát, akkor tudja, hogy ez milyen síla. Hogy ez az Úr Varahadévnek, Vatkan inkarnációnak a sílája, az összes inkarnációnak vannak ilyen sílái, Sankarsan síla. A Sankarsan az olyan, mint egy ilyen nagy kagyló. Hogy ilyen bordázat, azt mondják, hogy az ősi csiga, de azok nem azok, hogy a Sankarsannak, Sudarsannak, meg Sankarsan síláknak van olyan formája. Van Nrisingadev, az oroszlán inkarnációnak, annak meg vannak olyan sílák, amik ilyen nagy szája van, és benne van a szeme, lehet látni, hogy hol a szeme, hol az orra, bajusza, és akkor egy óriási kitáltott szájban, hogy benne vannak a fogak. Vannak olyan speciális, gyönyörű sílák vannak, úristen, nagyon-nagyon szépek. Sok sílát láttam már mindenhol így a világon, de hihetetlen szépek vannak, amiket így baktáknak így imádnak. A salagram sílák azok, tehát önmegnyilvánult Vishnu formák. Aztán van, ami Krishna. Igazából van egy történet azzal kapcsolatban, hogy igazából mindig van vita, hogy most akkor Krishna hív, most ebből belemenjek. A történetét az, hogy igazából az eredeti Narayan az Krishna. Lehet, hogy ezt napoljuk, ez túl bonyolult történet. És hogy az Úr, mert van vita, hogy most akkor a salagram sílák, azok igazából csak Vishnu sílák. És hogyha valaki Krishnát imádja, akkor miért imád salagram? Vagy miért nem inkább imád Govardhant? De igazából már a salagram sílák is Krishna, erre van egy történet, de lehet, hogy ezt most inkább nem mondom, mert ez már túl, lehet, hogy nem annyira lehet érteni. Majd egyszer elmondom. Tehát lényeg az, hogy ezek Krisnának az önmegnyilvánult formái, és akkor ezeket elviszik a templomokba imádni, bakták elviszik otthonra, mindenféle áldozat, mindenféle van valami tűzáldozat, vagy bárki akar, akár félisteneket imádni, bármilyen jagját csinál, mindig mindennek a kezdetén először Vishnut kell imádni. És akkor a salagram sílán szokták, van egy esküvő, van egy avatás, bármi, mindig viszik ki a salagram sílákat, és akkor
azon keresztül imádják Krisnát. Szóval, hogy van valami multikat beavatnak, ott is biztos, hogy van valami síla az oltáron, ami önmegnyilvánult síla is. Ugyanúgy, mint ahogy itt Rádésiamnál van, hogy van egy Govardhan síla fel. Szóval vannak a salagram sílák, és vannak a Govardhan sílák, az meg ugye Vrindávanban van egy olyan hegy, hogy Govardhan hegy, az egy szent hely, egy óriási hegy. És akkor azt mondják a szentírások, hogy ez Krisnának a formája. És amikor itt volt Krisna 5000 évvel ezelőtt, töltötte ezeket a kefteléseket, és volt a Govardhan hegy felemelése, akkor igazából akkor nyilvánította, hogy a Govardhan hegy az nem különbözik tőle. Szóval ezért azóta a bakták, a vaisnava ágazók, azok a Govardhan sílákat is úgy imádják, mint Krisna. És lehet többfajta az imádatnak is van többfajta hangulata. Lehet a Govardhan sílát úgy imádni, mint Krisnának a szolgája, azt mondják Haridász óvarja, abban a hangulatban, hogy ő egy szolga, ő Krisnának a legjobb szolgája, Haridász óvarja, viszont Krisna a legjobb szolgája, aki amúgy meg ő. Vagy lehet a sílákat úgy imádni, mint Krisna. És vannak különböző színű kövek a hegyen. Vannak fekete, vannak fehér, és vannak aranyszínű kövek. Azok a kövek, amik feketék, azok az Krisnának a formája, ami fehér, az Balarám, ami sárga, az meg Rádaránya. Gyönyörű színekben vannak ezek a kövek ott a hegyen. Nekem volt olyan Krisna Balarám sílám, hogy az egyik teljesen fekete volt, a másik teljesen fehér, és ugyanolyan volt a formájuk. Két testvér. Ez csak úgy ott van, oda mész, és akkor így elveszed. Nem szabad, igazából a hegyre nem lehet rámenni. Csak a bridgebászok, a helyiek mehetnek föl a hegyre. És akkor mindig, amikor oda megyünk mi is, akkor szoktunk pariklamát csinálni, a Govardhan hegy körül körbe menni. Jógik azok mind mennek, naponta rengeteg zarándok jár oda, és akkor körbejárják a Govardhan hegyet. Ez ilyen tisztelettel és egy nagy lelki fejlődés körbe menni, mezitlám. És akkor, amikor meg sílákat szeretnének onnan bakták, akkor ugye vannak a Govardhan hegynek bizonyos részei, ahol még úgy oda lehet menni, nem mész rá helyre, de már vannak sílák itt ott vigyázni kell, hogy hova lépsz. És akkor ott Govardhan lát, azt úgy kerestük akkor, hogy mondjuk 2-3 órát Govindakund körül, van a Govindakund, ez egy tó, ahol történt ez a fürdetése, a Govardhan hegy felemelésével van kapcsolatban. És akkor nagyon szép kövek vannak az a déli oldalon van, és akkor ott válogattunk, nem tudom, jó pár órán keresztül. Akkor még nekem nem is volt második avatásom, akkor nem volt ilyen Brahman avatásom, és akkor igazából én nem is túlhattam volna kövekhez. De akkor Maharaj mondta, hogy oké, gyűjtsetek olyan köveket, ami így néz ki. Mert annak az volt a lényeg, hogy a fele barna legyen, a fele meg sárga. Hogy Rádés elmondta akarjuk imádni, szóval egy Ráda Krisna sílát kellett találni. És akkor összegyűjtögettünk meg 10-et, és akkor utána ment a szortírozás, hogy hát akkor azt tegyük ki, akkor már csak 7-ből választunk, melyik. És akkor végén volt 2, és akkor utána Puri Maharaj, aki ott volt velünk, akkor mondta, hogy ő legyen Govardhan. És akkor annak az a módszer, hogy akkor el kell menni egy helyi szent emberhez, egy ilyen bridgebászihoz, és tőle kell elkérni. Mert amúgy, hogyha úgy hozol egy sílát, hogy nem kéred el egy bridgebászitól, akkor ugyanolyan súlyú aranyat kell ott hagyjál. Szóval akkor a módszer az, hogy oda kell menni egy bridgebászihoz, és akkor elkérni. És akkor, mikor mentünk, akkor ez az érdekes szent ember, ez mondta, hogy jó, oké, akkor ez a kő, amit akartok vinni, és hogy akarod imádni? És akkor mondta Maharaj, hogy így azt mondja, nem, megfordította. Azt mondja, ez a háta. Megfordított, csak mutatta a sílán, itt van a szeme, itt van a szája, és akkor magyarázta, itt van a csara, itt van a lába. És akkor mondta, hogy ő még nagyon fiatal. Szóval ő körülbelül 8 éves. Szóval Krisnának egy olyan formája, amiben még pici. És mondta, hogy ajánljatok neki sok édességet, mert szereti az édességet. Szóval ezért lett a neve Govardhan Lál. Mert Lál az azt jelenti, hogy kisfiú, hindiul, szanszkritul. De Govardhan Lál, szóval Girirajakin, egy kisfiú. De amúgy egy Ráda Krisna síla volt eredetileg. De aztán ahogy imádják, ugye, akkor a mód, az hangulat, az tud változni. Szóval mondják azt itt bakták, hogy amikor elkezdtük még neki a pujját, akkor nagyon nyilvánvalóan látszott, hogy sárga meg
fekete, de mivel hogy a bakták úgy néznek rá, mint Krishna, ezért eltűnt róla a sárga szín 20 évvel később. Most már nem látszik. Mondok egy érdekes történetem Gohornánál, ez a személyes történetem. Mindig, amikor jártam Indiába, akkor mindig Vrindavanba hoztam, van egy ilyen szampapri nevezetű édesség, ami egy ilyen kifejezetten bridge-bászi édesség, amit csak a Govardhan-hegynél árulnak, úgyhogy nagyon finom, az ott nagyon finom. És akkor ezt mindig hoztam úgy, hogy nem volt felajánlva, tehát egy bógaként hoztam el, hogy itt ajánlják majd föl. Tehát mindig hoztam neki ajándékba a süteményt, hogy majd itt ajánlják. És akkor egyszer, amikor hoztam, akkor még itt laktam a farmon, és akkor bevittem a Pudzsáriba, hogy hoztam Govardhanának szampaprit, majd amikor valamelyik ajánlásnál ajánljátok föl. És akkor a déli ajánlásban a Pudzsári tett ebből a szampapriból. Aztán utána ugye az van, hogy a déli felajánlás, behúzják az oltárt, és akkor a múltik alszanak délután 4-ig. És akkor 4-kor megint nyitják az oltárat, van árati, és akkor előtte meg ugye jött egy másik Pudzsári. És akkor fölkeltette Govardhanát, és akkor talált Govardhanál mögött volt egy darab szampapri a háta mögött. A murtinak. Ő nézte a Pudzsári. És akkor mondta, hogy hát ez ki volt a déli ajánlós, mert szétdobálja a szampaprit az oltára. És ez nem egy szokás, hogy tányérokról leveszünk a szampaprit. És akkor kérdezték, nem tudom, pont a két személy, már nem emlékszem ki volt, az nagyon régen volt, 2000-es évek, 1999 körül valahogy úgy volt. És akkor kérdezték a déli ajánlót, hogy most te ajánlottál szampaprit? Azt mondja, igen, tálca, minden, lehoztam. Mondta, volt egy ilyen Govardhanál mögött. Azt biztosan nem én tettem volna az garantát. És akkor mentek, van Maharács, akkor pont itt volt a farma. És akkor mentek hozzá, hogy Maharács képzeld el az volt, hogy Govardhanál mögött volt egy szampapri az oltáron. És mondta, hogy ajánlottatok neki szampaprit? Azt mondja, hát nem. Csak rád és Jánnak ajánlottunk. Miért nem ajánlottunk Govardhanának szampaprit? És elvette. Ott volt mögötte. És akkor mondta, hogy kinek ajánlottunk? Az ő tárcára, a tárcájára tettetek? Nem, csak rád és Jánnak volt olyan. Ennyi. De rengeteg ilyen murti történet van, amikor murtik tényleg úgy cselekszenek, mint Krishna. Mondok több sztorit is majd. Tehát a murtik, igazából azok, az önmegnyilvánult murtik, azok alapvetően nem kell őket be sem avatni. Vannak a másik murtik, amik meg a védikus szentírásokban le van írva nagyon sok ilyen információ arra, hogy a különböző murti típusokat milyen anyagból, milyen formában, hogyan faragják, mikor faragják, tehát egy speciális asztrológiai időben kezdik el, olyan kőnek kell lenni, ami élő kő. Mikor Nisingadevát Mayapurban faragták, akkor az úr Nisingadevnek a köve az egy ilyen nagyon mély, fekete márványból faragták. És mondta, hogy vannak ilyen murti faragó családok, akik évszázadok óta ugye az a foglalkozás, hogy murti faragó. És akkor ugye elmentek, megrendelték a murtit, először nem is akarta megcsinálni, hónapokig nem vállalta el a murti faragó, azért mondta, hogy ő ilyen murtit nem csinál. Mert az úr Nisingadevnek, a mayapuri murtinak az ilyen ugra Nisinga. Az a forma, amikor nagyon dühös. Amikor éppen kilép az oszlopból és akarja széttépni Hiranyakasit. Azt csak olyan személyek imádhatják, akik naistiki brahmacsárik, akik egész életükben cölibátus bennem. Mert olyan valaki imádja, az meg fog halni. Érted? Tehát annyira olyan az imádata, azt mondják, hogy ilyen templomok van. Voltak olyan templomok Dél-Indiában, ahol sértés követtek el a murtikán, és az egész falu kipusztult. Mert annyira mondták, hogy félistenek nem mernek imádni. Ugrani Singa murtit. És akkor mondtak murtifaragó, hogy megmutatták, mert az egyik baktának volt egy álma. Úgy jött az egész dolog, hogy a bakta álmodta, hogy Mayapurba kellene Nisingadev murti. Mert volt egy ilyen atrocitás régen, amikor a mayapuri földet megvették a 70-es években. Megtámadták a farmot, és pár baktát meg is sebesítettek, meg a kis Radha Krishna murtikat azt hitték, hogy aranyból van, és elvitték.
És akkor Prabhupád mondta, hogy oda be kell avatni Nisinga Devet, hogy védje a templomot. És akkor utána egy baktának volt egy álma, hogy ilyen Nisinga formát kell. És akkor az bakta oda ment a templom prezidenthez, a vezetőhöz, és mondta neki, hogy volt ez az álma, és akkor mondta, ír le, hogy milyen volt a forma. És akkor végül lerajzolták, és akkor elvitték a Murti faragónak, hogy egy ilyen Murtit kellene faragni, azt mondta, hogy ő ezt nem vállalja. Ez olyan Ugra Nisinga Murti, ami csak egy-kettő van az univerzumban. Mert ez annyira félelmetes forma, hogy ilyet Nisinga Devnek vannak más hangulatú Prahlád Nisinga Murti, Lakshmi Nisinga Dev van. Amikor a szerencse istennője van, akkor ilyen békés hangulat van, kegyes hangulat. De Ugra Nisinga csak olyanok imádjanak, akik szanyászik, vagy naistiki brahmacárik, mert az nagyon ott a hangulat más. Szóval Nisinga Dev az nem tűr el semmilyen tisztátlanságot. Csak nagyon tiszta személyek imádhatják. És akkor nem akarta ugye a kőfaragó azt mondani, hogy oké. Jó, aztán végül volt, neki is volt álma. Sőt, elment a gurujához, és akkor megkérdezte, hogy hoztak nekem az ISKCON-ból, Bengálból egy ilyen tervet, hogy faragjam meg ezt a murtit. Mit gondolsz? Én úgy gondolom, hogy én ezt nem akarom megfaragni. És akkor mondta neki a gurúja, hogy ne faragd meg, ez nagyon kemény, ez ilyet nem. És aztán végül a gurujának is volt valami álma. Jött Nisinga Devnek, és akkor mondta, hogy de, ez nekem kell. És talán megkérdezte vissza, mert a tanítványához kérdezte, hogy hova kell vinni ezt a murtit, hova kérték. És akkor mondta neki, hogy hát Majapurban, ott van Ráda Krisna murti, hogy elé lenne, és hogy Chaitanya Mahaprabhu, ugye ő a dámnak, ugye Chaitanya Mahaprabhunak a születési helye Majapur. Szóval jó, akkor oda lehet, akkor farag meg. Mert azért, mert a murti, amikor, még hogyha bármilyen hangulatú murti, amilyen helyre viszik, és ott Chaitanya Mahaprabhu az uralkodó murti Majapurban, és az ő hangulata ez a kegy, ezért Nisinga Dev fölveszi azt a fajta hangulatot, hogy ő is kegyes. Szóval akkor ott lehet imádni. És akkor végül kifaragták, és akkor kész lett a murti, akkor telefonáltak Majapurba, és hogy vigyétek a murtit, kész van. És valami csúszás volt, nem tudtak pontosan menni érte, teherautóval több államon keresztül le kell menni, papírokat kell gyártani, meg minden. És mert ugye, hogy áthozni ilyen márvány, szobor, tehát materialista szempontból ez egy olyan, hogy minden egyes államnál megállítanak, hova viszed ezt a szobrot. Milyen anyagot, tehát ez egy érték, nagyon nagy érték, márvány kézzel faragott dolog. Azt hiszik, hogy ettől úgy kezelik, mint egy átlag szobrot. És akkor megkérni a papírokat, sok idő volt, és aztán utána egy pár nap múlva megijedt egy telefon, azonnal vigyétek el a murtit, mert lángokban áll a pajta, amiben volt. Leégett az egész minden, mert azt mondta, vigyétek, mert is igazából menni akar. És akkor föltették egy teherautóra, átvitték egész Indián, a sofőr az azt mondta, hogy soha életében ilyen útja nem volt, mert minden egyes határa, ahol elértek, csak mondták, hogy menjen. Papírokat sem néztek. És úgy mondta, hogy ez nagyon kérdés. És akkor megérkezett Nisinga Devet, beavatták, és akkor ott azóta is rengeteg történet van, amikor pujárik így álmodnak ezt, álmodnak. Tehát a murtik azok mindig kommunikálnak. Szóval az a lényeg, hogy a murti, amikor a faragott murtit kifaragják, a szentírásokban le van írva, hogy pontosan hogyan kell kinézni, milyen anyagból legyen. És akkor van különböző formák, van Krisnának formája, van Visnunak formája, van az Úr Nisinga Devnek formája, van Varáha Dev, van annyi fajta murti létezik, de ez az a lényeg, hogy ez nem egy kitalált dolog. Hogy most ezt valaki kitalálja, hogy szerintem Isten ilyen is faragok róla egy formát. Ez nem, mert az a védikus szentírásokban le van írva, hogy hogyan kell kinézzen, pontos paraméterek vannak, és amikor ki van faragva a murti, akkor azt elviszik a megfelelő helyre, a templomba, ott van tűzáldozat, jagja, megtisztítják a helyet, mantrákkal, brámanák, minden, és van egy ilyen pránpratista ceremónia, amikor beavatják a murtit, és akkor onnastól kezdve igazából nem különbözik Krisnától. Szóval ez van az, hogy a murti formák azok nagyon speciális, ugye azt nem lehet, nem érintheti meg bárki, nem mehet bárki fel az oltára, csak brámanák, avatott személyek, tiszta személyek, és akkor az egész kutya, meg minden állat, az olyan, mintha Istennel foglalkoznál.
És ugye a Murti imádat célja az az volt, hogy az élőlény tudjon újra, tudjon szolgálatot ajánlani, tudjon úgy tekinteni Istenre, mint ahogy a lelki világban, mint egy személy, mint ahogy tudjunk meg viszonyulni. És azért van, hogy a Murti imádat közben főznek, fürdetik a Murtikat, öltöztetik, ételt ajánlanak, mindenféle, mint hogyha egy nagyon különleges személy lakna a házadban, igazából ő a házadnak az ura. Ez a Murti imádatnak a lényege. És ugye az ilyen beavatások eszembe jutott egy másik történet, ami meg Bhaktisiddhanta Maharajnak a története volt. Bhaktisiddhanta Maharaj a Srila Prabhupádnak a lelki tanítómestere, és ő Mayapurban volt egy templom, ahol szeretett volna egy Radha Krishna Murtit beavatni. És akkor úgy volt, hogy ez érdekes, hogy már néha Murtik beavatás előtt is úgy cselekszenek, mint Murtik. Ugye? Mint a Nisingadev is. Szóval igazából ez egy nagyon transzcendentális dolog, szóval ott is az volt, hogy Gandharvika Giridhari, ő a Murti Mayapurban, ahol az Úr Chaitanya születése helyen, ami Bhaktisiddhanta Maharajnak a temploma. És akkor ő vele volt, az a Murti volt úgy, hogy Bhaktisiddhanta Maharajnak volt egy álma, hogy oké, kellene ide rá a Krishna Murti. És akkor elment Jaipurba, ahol faragják ezeket a murtikat. Jaipur az egyik fő város Indiában, ahol murtikat faragnak, ott nagyon sok ilyen márványfaragó van, sok szép jaipuri murtik, nagyon szépen. És akkor közben meg volt egy álma annak a murtifaragó embernek is, aki árulta. És az volt az álom, hogy holnap fog jönni egy nagyon különleges személyiség, Radha Krishna Murtikat fog keresni, és adj oda neki, akarok vele menni. És akkor másnap ment Bhaktisiddhanta Maharaj, és akkor jártak így a Murtis soknál a boltra, és amikor bement a boltba, akkor azonnal fickó tudta, hogy miről van, azonnal oda ment hozzá Maharaj. Itt vannak, kész vannak a Murtik, akarnak menni veled. Ezzel kezdett, bement, nem is mondta, hogy mit akar. És akkor mondta, gyere hátra, nézzen a Murtikat, ha jó, akkor viheted. Miről beszélsz? Akkor végül mondta, hogy mentek be fel, mondta, hogy volt egy álmom, azt mondja, hogy ezek a Murtik akarnak menni veled. És akkor mondta, hogy jó, akkor valószínű, hogyha tényleg, akkor ők a Murtik, akiket vinni kell. És akkor nem is kérte ezt semmit, mondta, hogy vitt. És akkor Bhaktisiddhanta Maharaj vitte beavatni. Na, akkor van, gatagok a Giridhari. Szóval sok ilyen történet van, amikor Murtik ugyanúgy viszonyulnak. Szóval Prabhupád erre azt mondta, hogy ha te úgy nézel Krishnára, hogy ő egy szobor, akkor mindig szobor marad számodra. Ha úgy nézel a Murtikra, mint Krishna, akkor egyben beszélni fog hozzád. Szóval rengeteg olyan történet van, hogy Murtik, mondja Krishna Bhagavad Gita, hogy éjjel támára, vagyja a tétámsztatagba, vagy zsámihan. Hogy ahogy te viszonyulsz hozzám, én úgy viszonyulok hozzá. Hogyha te materialista vagy, és egy szobornak látsz, akkor szobor maradok mindig. Ha úgy gondolod, hogy nem, akkor előbb-utóbb elkezd úgy viselkedni. A te tisztaságodnak megfelelően a Murti fog veled beszélni, stb. A régi múltban is van sok történet, ami Murtiknak ilyen történetei. Ott Gadadhar Pandit van, Tota Gopinath Murti Jagannath Puriban, egy Orissa város, ahol az Úr Jagannathot imádják. Ott van olyan... pont ma reggel hallgattam ezt a leckét Gadadhar Panditról, meg Tota Gopinath, hogy Gadadhar Pandit az Úr Chaitanya társa volt, és ő neki volt egy Murtija, egész életében imádta, és akkor már nagyon öreg volt, ez egy nagyon magas Murti volt, két méter magas, több mint két méter magas Krishna Murti. És amikor már Gadadhar Pandit nagyon-nagyon öreg volt, sok leírás van róla, hogy milyen volt a formája a Murtinak. És amikor már Gadadhar Pandit nagyon öreg volt, és már nem tudta a virágfüzért beletenni a nyakába, akkor a Murti leült. Szóval azóta így imádják, hogy ez egy ülő Murti. Közben meg rengeteg leírás van arra, hogy régen ez egy álló Murti volt, szóval ennek a története megvan. Van egy másik történet, Saksi Gopal. Ez a Chaitanya Charitamritában így benne van.
hogy merre is van Saksi Gopál? Nem jut eszembe a falunak a neve. De lényeg annak a történetnek az a lényege, hogy volt egyszer egy idős brámana, meg egy fiatal brámana, utaztak együtt zarándoklaton. És akkor a fiatal nagyon szépen szolgálta az idős brámanát, ugye, hogy meglátogattak szent helyeket, meg minden. És akkor amikor hazaért, annyira elégedett volt a szolgálatával, hogy azt mondta neki, hogy jó, oké, jó, szépen szolgáltál, nekem van egy lányom, és szeretném, hogyha hozzád, akkor te leszel a férje, hozzád fogom adni. Te nagyon képesített vagy, te biztos tudsz rá majd vigyázni, akkor neked adom a lányomat. És ez a fiatal brámana egy nagyon szegény családból jött, nem volt nagyon semmilyen, ez meg egy idősebb brámana volt. Vagy az idősebb brámana meg egy ilyen jómódú családból származott, tehát nagyon gazdagok voltak. És amikor hazament, amikor ezt mondta a feleségének, hogy hát odaadtam a lányomat ennek a helyzetnek, és akkor az összony kibukott. És, ja igen, nem, bocsánat. Mielőtt még, mikor ezt megfogadta, akkor volt egy murti, egy Gopál murti, ahol valamelyik templomban voltak, és mondta, hogy jó, oké, de hogyha most ezt te így mondod, akkor tedd meg nekem azt, hogy ezt hitelesíted, ezt az ígéretedet, és akkor menjünk be itt ebbe a templomba a Gopál murtihoz, és akkor a murti előtt mond. Mert akkor az azt jelenti, hogy akkor olyan, mintha egy szerződést írnál, mert a murti a tanúja. És akkor mondta, jó, bementek, és a murti előtt mondta, hogy oké, neked adom a lányomat. Jó, megnyugodtak, befejezték az állandatot, hazamentek, otthon mondta, hogy lányt odaadtam a szegény embernek. És akkor nagyon kibukott a család, meg minden, és mondta, hogy most mit csináljak, most én brámana vagyok, adtam a szavamat erre a dologra, hogyha most megszegem a szavamat, akkor elveszítem a becsületem, de most itt akkor itt az egész család engem fel akar koncolni, hogy milyen vagyok, hogy csak ezt csináltam, és akkor végül valahogy a felesége nyomta arra, hogy mondja azt, hogy ezt valamilyen zavarodott el, mert biztos leítatta valamivel, és akkor ebbe az állapotába mondta. És akkor a fiatal brámana megkibukott, hogy hát de most ezt mondtad, és mondta, jó, oké, akkor én visszamegyek a murtihoz, és elhozom ide, hogy mondja el, hogy mondta előtted ezt. Mondták, hogy jó, menjél, a murtihoz úgyse fog idejönni. És ugye a fiatal brámanának olyan nagy hite volt ebben a dologban. Elment abba a templomban, és akkor bement a murtihoz, és mondta neki, hogy itt voltunk, emlékszel, mondta, ott beszélt a murtihoz, ugye, és akkor ugye értem, hogy a Murti elkezdett visszaválaszolni neki, hogy oké, én itt voltam, hallottam, de most én egy Murti vagyok, most hogy menjek? Tehát nem tudok innen elmenni, én egy Murti vagyok. Azt mondja, ha beszélni tudsz, jönni is tudsz. És akkor mondta, hogy oké, igazad van. És akkor az volt a lényeg, hogy mondta, oké, én elmegyek veled, mint tanú ebbe a dologba. De ahogy megyünk, nem fordulhatsz sose hátra, mert ahol megfordulsz, ott maradok. Csak mindig fogod hallani a boka csengettyűmet. És akkor mentek, és már amikor majdnem a falujához ért, akkor hirtelen nem hallotta a boka csengettyűt, és megijedt, és hátra nézett. És akkor Murti ott maradt. És akkor ott építettek egy templomot, nagyon híres templom, Saksi Gopálnak. A Saksi Gopál az azt jelenti, hogy Tanú Gopálnak a temploma. Szóval neki például ez a története. Aztán van Vrindavanban, egyik legnépszerűbb templom, Radharaman. Szóval Vrindavannak volt 6 gószvámija, akik Chaitanya Mahaprabhunak a tanítványai voltak. És mindegyik gószváminak voltak Radha Krishna murtiai. Ugye Rupa Gosvami volt, Radha Govinda, ma is elmegyünk a fő templomok Vrindavanba, akkor ott látod Radha Govinda, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath templom. Szóval 6 gószváminak mindegyiknek voltak Radha Krishna murtiaik. Gopál Bhatta gószváminak egyedül nem voltak. És neki csak sílái voltak. Mert neki volt egy álma régen, hogy menjen fel a Kaligandakihoz, mert ott valami dolog van, és akkor végül, de nem az, hogy sílájá menjen, felment, és akkor beletöltötte a lotáját a vízbe. És akkor kivette, és benne volt 12 darab salakdamsima. Nézd, gyorsan visszajöntötte, hogy én most csak inni akart. Megint megtöltötte, megint tele volt a lota.
akkor már gondolkodom. Na még harmadjára jó, most ez mégiscsak biztos valami véletlen. Harmadjára is megtöltötte, megint tele volt a sílákkal a lotája. Na jó, akkor ez valami ilyen, akkor nekem el kell őket vinni imádni. És akkor a Gopár Gószvámi visszament Vrindávon az arándoklatról, és akkor mondta a Gószvámi, mondták a többiek, hogy igen, ez az volt a jel, hogy neked akkor ezeket a murtikat kell imádni. És akkor ő a savargam sílákat imádta. De nagyon-nagyon mindig irigykedett a többiekre, hogy nekik van olyan murtiuk, amiket lehet öltöztetni, meg sokkal jó. Hát most cukik a kis kövek, de kis szem van rajta, meg minden, de sílák, és ugye olyan szép lenne, hogy Rádogó minden gyönyörűen van öltöztetve murti ruhákba, meg minden. És hogy ő is szeretne egy ilyet. És akkor egyik éjszaka volt egy álma, amiben az volt, hogy jött Krishna, és akkor mondta, hogy jó, akkor jövök hozzád multiformában, és akkor tudsz imádni. És akkor fölkelt, bement mondta, hogy menj be az oltára, az oltár mögé, függöny mögé, és akkor nézve hajnalban fölkelt, bement az oltára, és a 12 sílából az egyikből ki megnyilvánult Rádaram. És akkor egy Krishna Murti, gyönyörű Krishna Murti. Én sokszor megosztom a képét Facebookon. Rádaramon, az Vrindávannak egyik legnépszerűbb temploma. És Rádaramon az a sílából jött ki, úgy, hogy a lába neki még mindig a síla. Értek? Tehát az egész ugyanolyan anyagból van a Murti, mint a síla, de a lába még mindig az a síla. Nagyon különleges Murti. Ővel volt egy speckó történetem, ezt mindjárt is mesélem. Szóval én nagyon-nagyon szeretek oda járni abba a templomba, egy nagyon népszerű murti. És akkor utána Gopál Bhatta Gószvámi, ő így ugye imádta ezt a murtit. Szóval utána neki is lett ilyen murtia. Mikor a Mirabai ugye, amikor tudtuk, hogy kim voltunk Indiában, tudtuk, hogy már van 6-7-es anyja pociában, akkor mentünk utána Vrindávonba, és akkor csináltunk parikramát. Elmentünk egy napja Rádaramont megnézni. Mindig, amikor Vrindávonba vagyok, majd mi is most, ha megyünk össze, aki jön, akkor megint elmegyünk megnézni Rádaramont. Tavasszal. Most van ez, jó. Szóval, hogy akkor volt, elmentünk Rádaramont megnézni, és akkor, mikor bementünk, rengeteg zarándok volt. Nyugatiak is. És akkor ott álltunk, néztük a murtit messziről, ugye van egy jó pár méter, ahonnan a murti, nem lehet közvetlenül a murtikat nézni, hanem van ugye az oltár, aztán van egy ilyen föl, van egy nagy magas rész, tehát valahogy így a melkasodhoz ér az oltárnak a széle, ahol már csak a pudzsárik mászkálnak, és van még egy szint, ahol ott bent vannak a murtik 4-5 méter. Szóval csak messziről lehet nézni. Majd a fotókon tudjuk közelebbre nézni. És akkor az volt, hogy jött a pudzsári, felelel mászkált, és egyszer csak odajött hozzám, és akkor hozott napraszálom, ott meg egy virágot. Odaadta a kezembe, néztük egymásra, Dóri, hogy ez most mi volt. Nagyon örültünk, mindenki más nézett, hogy miért csak mi kaptunk. A fotó azonnal, hogy kaptunk, akkor futás, mert mindenki akarja akkor jönni, az arányok is akarnak kérni belőle. Hát egy-két embert adtunk, aztán eltűntünk, így gyorsan megettük a malkaszálat, az édességet. És mondom, hát milyen jó érzésem volt, hogy milyen kedves volt Rádaramon, hogy így viszonzott velünk, hogy mentünk, én úgy imádkoztam, hogy akkor én elég érdekes hangulatban voltam, amikor pár nappal előtte megtudtam, hogy lesz egy kislányom, akkor mindenhova, ahol mentünk, akkor így próbáltam imádkozni, hogy hát legyek majd képesített apa, hogy ez minden helyen, minden templomban ez volt a meditáció, hogy tudjak belőle baktát csinálni, szóval ilyen valahogy tudtam úgy odaadóan imádkozni mindenhol, és akkor így a murtik így viszonoztak. Elmentünk még más helyekre, visszamentünk, másnap megint elindultunk, akkor meg mentünk a Ráda Damodar templomba, ami meg Jiva Goswami-nak a temploma, ott is gyönyörű murti van, sok zarándok, nyugatiak is, nem csak mi voltunk egyedül nyugatiak, megint jön a pudzsári, hoz egy virágfüzért, és malkaszálom. Nézd, mondom, hogy ki van. Minden hely, ahol megyünk, így a múltig ilyen nagyon kedvesen viszonyulnak. Eljöttünk, akkor majd néztünk egymásra, hogy most ez hogy. Mondom, hát biztos mondom, lehet, hogy én annak tulajdonítottam, hogy ugye a gyerek. Hogy jön a gyerek,
És ugye ő egy bakta, és akkor a múltig viszonoznak felé, hogy lehet, hogy ő nem közönséges valaki, és akkor, mert én úgy éreztem, valamilyen nem azt éreztem, hogy ez nekünk szól ez a dolog. Na mindegy. Megyünk tovább, kijövünk Rádaramon a templomból, és csak ugye ez alatt az eufória alatt, hogy hú, milyen jó volt tegnap Rádaramon, a Rádaramodal, menjünk már el megint a Rádaramon templomba. És akkor a Nóra, akkor már meleg volt, hogy mondta Nóra, hogy nem annyira jól volt, mondom, és mondta, hogy hát menjünk már vissza az MBT-be pihenni, stb. Éhes, meg minden. Mondom, jó, akkor menjünk. Ott volt a gondolat, hogy menjünk el azért. Visszamentünk a templomba, pihentünk, délután 4-kor nyílik a Krisna Balarám Mandirnak a templomnak az oltár, hát oda is bementünk Gornitájhoz, ugye ott 3 oltár van Gornitáj, imádkoztam, bementünk, Krisna Balarám, imádkoztam, kijön a Pucsári Murtik mögül, hoz egy virágfüzért, és belerakja a Nóri nyakába. Na, akkor ott kiverte a biztosítékot már ez a dolog, hogy most ez mi? De tényleg akkor nem volt Pucsária, tehát nem volt semmi olyan, hogy meg van olyan időszak, amikor sok jönnek, a virágfüzéreket leszedik, és ott az zarándokoknak oda adogatják. Tehát nem volt ilyen, csak nyugi volt, senki Pucsári sehol. Egyszer csak kijön a Pucsári, remélj, ott vagyunk, hoz egy virágfüzért odaadt. Hú, mondom, ez nagyon kemény, most megy a virágfüzérekből, meg a mindenféle ilyen multikommunikációból elég. Mentünk még, megnéztük Rádésámot, és akkor kimentünk az ajtón a Krisna Balarám templomból. És akkor egyszer csak jön, ott álltunk, éppen akkor beszélgettünk, jön egy fiú, nem tudom, hogy ki volt, sosem láttam, előtte se, utána se. Hoz egy virágfüzért, belerakja a nyakamba, és azt mondta, hogy ezt oda szeretném adni neked, ez ma Rádaramon nyakába volt, és elfutott. És akkor a Nórival egymásra néztünk, és kitört belőlünk a bő, én is, így. Ott mászkáltunk fel, alá leültünk, 5 percig így ültünk, hogy ez nagyon durva. És akkor mindenképpen néztek, hogy mi most ott veszekedtünk, vagy balhé volt, vagy miért, én is bőgök, ő is bőgök, ott is ért. Mondom, ez nagyon kérdő, fel alá mászkáltam, én nem bírtam megemészteni. Szóval Rádaramon gondolt ránk azzal, hogy én akartam menni, nem tudtunk elmenni, de a vágy ott volt, és akkor ő küldött egy virágfüzért. Ez csak ilyen, hogy a Murtik hogyan, hogyha úgy nézel rá, mint Krisna, akkor úgy viselkedik veled, mint Krisna. De rengeteg más történet van még, ami Murtikkal kapcsolatban lehet. Tehát itt az a lényeg, hogy a Murtik imádat az egy nagyon fontos szerepet foglal el a bhakti joga gyakorlásában. Ezért jó, hogyha az emberek joga gyakorlók, amikor később egy kicsit haladóbb szinten vannak, akkor rendes Murtikat imádhatnak. Úgy értem, hogy beavatott Murtikat imádhatnak. Amikor meg valaki még a bhakti joga gyakorlásnak a kezdeti szintjén van, akkor otthon meg tud magának csinálni oltárt. Érgeztünk a témában. Másfél nap után mindenki ezt várta. Hogy akkor tudsz magadnak építeni egy oltárt, vagy még avatás nélkül is lehet Gornitáj Murtit imádni. Na most a Gornitáj Murti, az a Murti, ugye Chaitanya Mahaprabhu és Nityananda Prabhu, igazából ők nem különböznek Krisna Balarámtól, és ők nagyon kegyes hangulatban vannak, szóval ezért lehet Gornitájt imádni mindenkinek. Sőt, Prabhupád mondta egyszer, hogy bakták oszthatnak utcán nem csak könyvet, hanem Gornitáj Murtikat. És akkor lehet azt mondani, hogy ezek szerencsehozó babák. És akkor Gornitáj Murtikat ugye emberek megveszik, hazaviszik, és akkor azt kell nekik mondani, hogy minden nap ajánljon nekik egy füstölőt. És akkor a szerencsét hoz. És nem, Amerikában nagyon sok ilyen Gornitáj babát adtak el embereknek. És akkor otthon hazavitték mi. Ezeket meg kell füstölni? Nem, feltétlenül. Most Gornitáj, az a jó, hogy Gornitájjal kapcsolatban bármilyen standard jó. Ugye beszélünk, hogy a Murti, a beavatott Murtiknek a standardje az nagyon magas. Nagyon-nagyon magas. Itt a reggeli Murti imádat az reggelente csak 2 óra. Fürdeték, ilyen olaj, joghurt, méz, mindenféle öltöztetni, pudzsát ajánlani, áratit ajánlani nekik. Másfél óra egy igazi pudzsa Murtiknak. Aztán ugye Krisnának a különböző formáit nem is imádhatja bárki. Gornitájt ott lehet. Ha beavatott Gornitáj, mint a templomba Budapesten,
Az megint más standard, de azt megint csak brámanák imádhatják. De ha nincs beavatva egy Bornitáj Murti, akkor azt imádhat bárki. Szelmész Vrindávanban, és akkor lehet venni részből, vannak fából gyönyörű Bornitáj Murtik. És akkor te szabod meg a standardet, hogy milyen standarden imádod őket. Ha van időd minden nap csinálni valami pudzsát, az jó. Ha hetente egyszer csinálsz nekik pudzsát, az is jó. Ha egy hónapból csak egyszer van időd velük foglalkozni úgy, hogy akkor megfürdeted, új ruhát adsz nekik, ételt ajánlasz, az is lehet, még azt is elfogadják. Vagy képek. Ugye a képek az megint egy olyan dolog, hogy lehet képeket is murtikról. Mert azt megfürdetni se kell, meg semmi, akkor annak csak ajánlani ételt, és akkor lehet ajánlani áratit. Lehet ajánlani minden reggel áratit. Most az áratinak is van különböző standardje. Ugye amikor néztük itt benne a templomban, hogy van a 25 perces pudzsa, meg van a 10 perces. Ugye este egy 10 perceset láttuk, mert ott csak volt ajánlva füstölő, virág, meg legyező. A nagy áratiban van ajánlva füstölő, gílámpa, tűz, van víz ajánlva, ilyen kis kagylóból, van kendő ajánlva, amivel megtörölköznek, van virág ajánlva, és aztán van a legyező. Na most, amit neked otthon van, akkor lehet azt csinálni, hogy mi a murtiknak, vagy a képeknek, akkor ajánlasz füstölőt először, ha van egy kis teamécses, akkor utána teamécsest. Ha van egy-két virág, akkor a virágot odarakod, és lehet ez is csak egy pudzsa. A füstölő jelképezi a földet, a föld elemet. Mert ugye a földből származik az illat, a föld elemből nyilvánul meg az illat. Szóval a füstölő jelképezi azt, hogy mi a föld elemet ajánljuk föl. A gílámba az jelképezi ugye a tüzet, tűzelemet. Most van egy ilyen szép kis gílámba tartók, ilyen különböző, ami van ilyen fogója, és akkor van öt ilyen kis valami, ezt a templomban lehet látni, amikor az áratidán viszik a tüzet, vagy amilyen egy gílámba tartó. Gílámpát azt úgy csinálják, hogy tisztított vajba beletesznek vattát, és akkor úgy megformázzák, hogy ilyen kis gyutacs legyen, és amikor az kívül, akkor az kemény. Ezt beleteszik, és nagyon könnyen gyúlad. Igazából ez lehet még étolajjal is. Kicsit jobban füstül, de abból is lehet csinálni ilyen gílámpát. Vagy te a mécses. Ezzel is lehet helyettesíteni. Aztán van ilyen kagyló, ilyen pici kagyló, amiben lehet tölteni vizet. Általában a kagylóból szokták a murtikat is fürdetni, tehát nem műanyagkancsóból, hanem egy kis kagylóból. És akkor a víz ajánlás is úgy van, hogy csak a kagylót ajánlják. Majd ezt mindjárt elmondom, miből, hányszor, hova, hogyan körzünk. Utána van a kendő, kendőt ajánlanak, ugye a fürdés után ajánlasz kendőt, megtörölközzenek, és utána virág és legyező. Füstölő, vagy ezek a különböző felajánlásokból lehet több verzió, és ennek is van több standardja. Legegyszerűbb az, hogy háromszor körzöl, óra járásával megegyezően. Aztán van olyan, hogy hétszer körzöl. Ha valaki egy nagyon részletes, úgymond autentikusabb pudzsát akar csinálni, valamikor nincs idő ajánlani füstölőt, akkor gyorsan hetet körzöl, és akkor kész, mit tudom, megyek egy programra, és akkor nincs nálam igazából oltásra nagyon van nálam egy Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita nem különbözik Krisnától, gyújtok egy füstölőt, akkor csak hétszer felajánlom, és akkor kiteszem a füstölőt valahol. Mert minden, ami felajánlás, akkor ugye az a füstölőnek az illata, az ugyanolyan lelki fejlődés azoknak, akik bejönnek és megszabolják. Mint azt mondják, hogy a kumárák, a négy kumára, ők úgy érték el az önmegvalósítást, hogy beleszaboltak a Visnunak felajánlott füstölő illatába, és attól megvilágosodtak. Szóval ennek ilyen hatása. Ezért nagyon fontos, hogy otthon
valaki akar változtatni, hogy mondjuk otthon van egy rossz szituáció, akkor hogyha füstölőt elviselik a veled élők, az egy olyan lehet, mindig felajánlod a képnek a füstölőt, kiteszed, és akkor ugye mindig ott van a füstölőmence, csak fog változni az ember. De ugyanígy az ételfelajánlás, meg minden, stb. Csak nem tudja, miért lelki fejlődést érnek el. Kérdeztem. Igen. Képek. Mi az, ami mindenképp kell? Várjál, most még ott nem tartom. Futunk előre. Téged csak ez érdekel. Milyen kép? Először hogyan? Először hogyan csináljuk az imádatot, jó? Aztán utána majd, hogy milyen legyen az oltár. Szóval akkor lehet az, hogy a teljes